Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Célkeresztben a parlagfű, a polgárőrök is figyelik a gyomnövény terjedését. Zenei és zenéhez kapcsolódó kulturális programok, Zeneszület Fesztivál várja az érdeklődőket Pécset. Közösségi összefogás, adománygyűjtés indult a Mancsrancs póniáért. Szeptember 10-én csütörtök este a PTE gyakorló általános iskola és gimnázium Babits Mihály gimnázium egyik 12. évfolyamos diákjának pozitív eredményt hozott a koronavírus tesztje. A tanuló hétfőn volt utoljára iskolában, a tünetek jelentkezését követően már otthon maradt. A járási népegészségügyi osztály tiszti orvosának közreműködésével az érintett osztály és a tanulóval hétfőn még kapcsolatba került 7 tanár, ma már nem jöttek iskolába, hatósági házi karanténban várják a tesztelést. Hétfőtől, szeptember 14-től visszavonásig az érintett osztálynak digitális távoktatást rendeltek el. Az intézmény a köznevelési intézmények számára kiadott eljárásrend szerint azonnal megtette a szükséges lépéseket, az iskolában folyamatos a fertőtlenítés. Újabb módszerrel próbálkoznak pénzt kicsalni az idősektől az úgynevezett unokázós csalók. Az elmúlt napokban több bejelentés érkezett a pécsi megyei rendőrfőkapitányságra, miszerint a telefonos csalók pénzt próbálnak kicsalni az idős emberektől. Az úgynevezett unokázós csalók eleinte elküldtek valakit a pénzért, mostanra azonban átalakult a módszerük, banki átutalással kérik az összeget. Az érintett nyugdíjasok egy telefonhívást kapnak, miszerint külföldön az unokájukat baleset érte, vagy bajba kerültek, ezért pénzre lenne szüksége. Több nagyszülő ezt hallva nagyobb összeget is átutalt már az úgynevezett unokázós csalóknak. A rendőrség fokozottan kéri az időseket, hogy legyenek körültekintőek, és ha megkeresik őket, minden esetben próbálják meg felvenni a kapcsolatot hozzátartozóikkal, így megelőzhető, hogy csalás áldozataivá váljanak. Általában az a probléma, hogy tartatják a vonalat. Tehát miután az idős ember beül a taxiba, a mobiltelefonján is hívják, és addig tartatják vele a vonalat, amíg át nem utalja a pénzt. Gyakorlatilag a pénzváltóban bediktálják neki az adatokat, ahogyan az utalást el kell végeznie, és ebből kifolyólag sajnálatos módon ő nem tud telefonálni. Szemléletformáló kampányt hirdetett az Országos Polgárőr Szövetség. Immár 6 éve a települések parlagfűmentesítésén dolgoznak országszerte, így Baranyában is. A felderítést ráadásul a legváltozatosabb eszközök használatával végzik a polgárőrök. Lovas és kutyás járőrök mellett légi felderítők keresik a gyomnövényt. Az ország számos pontjáról, még Nyíregyházáról, Szolnokról és Veszprémből is érkeztek polgárőrök a Pécs-Pogányi reptéren tartott szakmai programra. Célkeresztben a parlagfű, azaz összefogással igyekeznek minél jobban visszaszorítani a rendkívül allergén gyomnövény terjedését. Ez minden évben magának a parlagfű szezonnak úgy mondom a végén, de ugye tudjuk, mert ahogy jöttünk kifelé is látszik, hogy a friss szántásból már megint bújik el, tehát 20 centis parlagfűek már vannak bőven, de a virágzás utáni időszakban szoktunk megtartani ezt a programot. Itt a polgárőrök elmondhatják, tehát kapnak tájékoztatást a parlagfűvel kapcsolatos újdonságokról. Az Agrárminisztérium stratégiai partnereként az Országos Polgárőr Szövetség szemléletformáló kampányában a parlagfű fertőzöttséget szorítják vissza. A polgárőrség országos hálózatának 20 megyei szövetségében több mint 2100 egyesület önkéntesei vesznek részt a programban. Inkább jelző tevékenységet hajtunk végre, mivel ugye a polgárőrség civil szervezet, nem hatóság, tehát nekünk nincs hatáskörünk büntetni. Szóval úgy lehet elképzelni, hogy polgárőrök adott településen, kül- és belterületen járőrszolgálat során parlagfűves területet találnak. Ha ismerik az illető tulajdonost, felhívják a figyelmét arra, hogy ezt minél előbb meg kell szüntetni. Ismeretlen területek esetén az illetékes jegyzőnél jelzik a parlagfüvet. A pécsi találkozón a felderítést új szemszögből is megismerhették a résztvevők. Légi úton különféle kisrepülők, gyro és helikopterek, valamint drónok segítségével térképezhető fel a nehezen megközelíthető területek fertőzöttsége.
Beköltözött a jövő a Pécsi Tudományegyetemre. A Hóni Hungária gépgyártó Kft. Jóvoltából korszerű dizájnnal felújított teremben 4K kamerával működő videokonferencia rendszer, beépített csatlakozók és töltési lehetőség segíti a helyszíni és a digitális oktatást. A helyiség a Körber terem nevet viseli, és helyet ad majd az órarendben is meghirdetett Hóni pénzügy, controlling, HR és logisztika, termelés menedzsment témájú kurzusoknak, szakmai programoknak. A kulcsszavak az az ergonómia és a funkcionalitás. Nyilván kényelmesek, tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy a diákok visszajelzései alapján választottuk az asztalokat, a székeket, a különböző töltőegységeket, illetve hát a tanároknak a digitális átállásra való igényüket is próbáltuk kielégíteni, és olyan multimédiás eszközökkel szereltük fel ezt a termet, amivel sokkal könnyebben meg tudnak felelni a mai kor igényeinek. Ez a mottója az idén 10 éves Pécsi Zeneszüret Fesztiválnak, amelynek célja kimozdítani a koncerttermek falai közül a klasszikus zenét. Az idei fesztivál az elmúlt évtized hangulatát, emlékeit hozza el Pécsre, vasárnapig számtalan zenei és a zenéhez kapcsolódó kulturális program, koncertek, kiállítások, filmvetítések várják a Baranyai megyeszékhelyre látogatókat. Különleges zenei és zenéhez kapcsolódó programokat kínál a 10. Zeneszüret Fesztivál a következő napokban Pécsett. A Filharmónia Magyarország hagyományos őszi rendezvényének célja, hogy a klasszikus zenét a koncerttermekből kimozdítva közelebb hozza a közönséghez, ezáltal lehetőséget kínáljon a komoly zenével való találkozásra, akár a mindennapi élet szinterein. Azokat behívni a koncertterembe, hogy a Filharmónia Magyarország szlogenje is mondja, közel hozzuk a zenét, akik egyébként nem jutottak eddigi életükbe még esetleg el odáig, hogy meglátogassanak egy-egy klasszikus zenei koncertet, komoly zenét, hogy ez számukra hívó szó legyen, és ne egy ijesztő elnevezés. Ezért szólítjuk meg őket az utcákon, a tereken, bevásárló központokban, flashmobokkal, vagy mini koncertekkel, ha bárki ezekben a napokban Pécset sétál délutánonként az utcán, akkor lépten nyomon klasszikus zenei mini koncertekbe botlik. Az elmúlt 10 év mérlege egyértelműen pozitív. A pécsiek szeretik és keresik a zeneszüret programjait. Az első években izgultunk a szabadtéri programoknál is, hogy eljönnek-e a koncertekre. Most már látjuk, hogy minden programon megtelik az adott tér, az a befogadó képesség, amire megvalósul az a program, az mind-mind teltházas, és ez azt mutatja, hogy pécsiek hagyományosan kultúra, nem véletlen volt a kultúra fővárosa, nem véletlen van ilyen csodálatos Kodály központunk, ahova fantasztikus előadók jönnek egész évben. Pécsi közönség szereti az igényes, magas kultúrát, és eljön ezekre a rendezvényekre. A Zeneszüret Fesztivál szeptember 13-áig várja a klasszikus zenét kedvelő vagy megismerni vágyó érdeklődőket. A fesztivál részletes programja a filharmonia.hu weboldalon található. Szájsebészeti műtétre szorul a Mancs-Rancs pónia. Mimóza nagyon rossz állapotban került 7 évvel ezelőtt a telepre. A korábbi gazdája folyamatosan bántotta az állatot, ennyi idő elteltével javult a helyzet, viszont elengedhetetlen egy sebészeti beavatkozás, hogy megmentsék a ló életét. Ennek finanszírozásához a Mancs-Rancs egy közösségi felhívást indított. Félénken visszahúzódóan sétálgat a Mancs-Rancson Mimóza. A pónit előző gazdája sokat bántotta. Csak nem 7 éve került a rancsra, azóta ismét kézhez szokott, elfogadja, sőt igényli az ember közelségét, viszont az akkori bántalmak még mindig meglátszanak az állaton. A legtöbb sérülése azóta rendbe jött, viszont szüksége van egy szájsebészeti műtétre, hogy rendesen tudjon táplálkozni. Ez csak nem 1 millió forintba kerülne. Nagyon durva sipoly alakult ki a koponyaüreg és az arcüreg között, illetve a szájüreg között. Ahogy láttátok, folyamatosan ömlik belőle geny, hatalmas fájdalmi vannak Mimózának, és ugye ezért lenne szükség erre a műtétre, hogy ő életbe tudjon maradni. Így sajnos sem a szinten tartó gyógyszerek, sem az injekciók nem vezetnek eredményre. A pénz nagy része már összegyűlt, de még mindig nincs meg a kellő összeg. Ezért a rancs várja a támogatásokat, hogy minél hamarabb elvégezhessék a műtétet Mimózán. Azt mondta a doktor úr, hogy
Hát így, azt mondta, hogy nem tudja megmondani, hogy mennyiig kell majd ott bent a kórházba kezelgetni Mimózát. Azt mondta, hogy 900 000 forint az minimum kelleni fog erre a műtétre. Hát szerencsére nagyon, nagyon sokan jelentkeztek a mostani kérésünkre, úgyhogy nagyon jól állunk a gyűjtéssel, de természetesen még nincs meg a teljes összeg. Hogy milyen módon lehet támogatni Mimóza műtétjét, arról részletesen a Mancs Rancs közösségi oldalán tájékozódhatnak. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Célkeresztben a parlagfű, a polgárőrök is figyelik a gyomnövény terjedését. Zenei és zenéhez kapcsolódó kulturális programok, Zeneszület Fesztivál várja az érdeklődőket Pécsett. Közösségi összefogás, adománygyűjtés indult a Mancs Rancs póniáért. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Hétvégén is meleg, nyárias idő várható Pécsett. Szombaton a napsütés csak időnként zavarhatják felhők, eső, zápor továbbra sem várható. Nem lesz jelentős a légmozgás, nyárias lesz a délután, a legmagasabb hőmérséklet 31 fok körül alakul. Vasárnap is folytatódik a szeptemberi nyár, sok napsütéssel, kevés felhővel, csapadék továbbra sem valószínű, a szél gyenge, mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 31 fokot mérhetünk városunkban. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!